A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Városismereti műsorunkat látják. A műsor állandó szakértője itt van velünk most is, Váci Márk történész, városkutató, akit köszöntök nagy szeretettel. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Már nem ismerek számot mondani, hogy hányadik adásunk szól fotókról, Székesfehérvárhoz köthető fényképészek által készült fotókról, amelyek bővülnek gyakorlatilag adásról adásra, köszönhető ez a nézőknek is. Igen, és igazából most is olyan képeket fogunk majd megnézegetni, amik különböző fotógyűjtésekből származnak. Kifejezetten olyan családi képeket hoztam a mai alkalomra, amelyeket nem profi fotós készített, és nem műtermi felvételek. Egy-két kivétel lesz, de igazából itt a készítőnek a nevét nem ismerjük, tehát azért is bátorkodtam betenni ide, a listába és az összeállításba, és a fehérváranno.hu fotóadatbázisból származnak egyébként ezek a képek. Ez egy teljesen nyilvános adatbázis, tehát bárki számára szabadon hozzáférhető, és nem csak családi képeket lehet természetesen böngészni itt, hanem középiskolai tablókat többek között, illetve Fehérvár különböző történelmi eseményeihez, társadalmi eseményekhez kapcsolódó emlékek között is lehet böngészgetni. Sok érdekességet tanulhattunk már meg ezekből a képekből, tudhattuk meg, hogy milyen volt az élet a városban annak idején, és hát nyilván egy picit a fényképészek szakmájába is beleláttunk, de családokat is ismerhettünk meg ezen keresztül. Akkor ezek szerint ezen a szálon mehetünk tovább. Én azt hiszem, hogy ne is húzzuk az időt, hiszen nagyon sok képet hoztál a mai napon, hogy végig tudjunk érni. Kezdjük is el bemutatni őket kollégáim segítségével, természetesen kedves nézőink is látni fogják. Arról már beszéltünk többször is, hogy az amatőr fényképezés, különösen Fehérváron az 1930-as évektől indul el igazán, de már a 900-as évek elején is azért készül néhány amatőr családi felvétel, így többek között az első képen látható Apostolovics kelmefestő családról is. Ugye néhány olyan kelmefestő családot tudunk felsorolni a Palota városban, többek között Apostolovicsékat, Rehorskájékat, akik évtizedeken, sőt több mint egy évszázadon keresztül kiszolgálták a fehérvári lakosságot, közönséget, és ennek az Apostolovics családnak az utolsó kelmefestő tagja volt Apostolovics Miklós, akinek a műhelye teljes berendezése egyébként ma a Szent István Király Múzeum gyűjteményében megtalálható. Hát remélhetőleg majd sor kerül ennek a kiállítására is megfelelő körülmények között. Népes és bizonyára összetartó család lehetett, ha így össze lehetett őket hozni egy fotóra. Meglehetősen népes, és ugye azért a családtörténeti kutatóknál mindig ez jelenti a nehézséget, még akár a leszármazottaknál is, hogy ezeket az ágakat megpróbálják kibogozni, illetve a rokonságot összegyűjteni. Én az Apostolovicsék kapcsán is oldalági leszármazottaktól gyűjtöttem különböző adatokat, és hozzájuk kerültek Budapestről képek vissza Fehérvárra. Tehát azért nagyon szerteágazóak ezek a családok, mint ahogy egyébként a következő család is meglehetősen gazdag múlttal rendelkezik. Én azt hiszem, hogy a Bierbauer név ismertebb az előzőnél azért valamelyest, egy házhoz köthető. Hát igen, ha másról nem, akkor a családi házról mindenképpen, amit ugye 1936-37-ben a Városháza átépítése és bővítése kapcsán bontottak el. Ebben a házban élt az a család, akikről 1905-ben készült ez az első fotó. Ugye a kis bajuszos, pici szakállas, idősebbnek tűnő bácsi, Bierbauer Viktor a családnak a feje, akiről igazából talán legismertebb volt maga a család, és aztán innentől kezdve már a következő generációban, tehát az ő gyermekei generációjában indulnak meg a névmagyarosítások, költöznek el egyébként az ország több pontjára, így többek között Budapestre is, és ebből az ügyvéd-orvos családból egyébként mérnökök, építészek kerülnek ki többek között, és tudós emberek. Ez egy kezdeti fotó, ugye ezen is már három generáció látható, tehát a nagyszülők,
szülők és a többi gyerek, tehát a testvérek, és már a kisebb unokák is láthatók ezen a képen. Következő kettőn meg még kisebb gyerekeket fogunk majd látni. Igen, továbbra is majd a családtagjait látjuk. Nyilván, hogyha a belvárosban tudtak családi házat építeni, akkor köztiszteletben álló módos családról beszélünk, de mondjuk ez a fotón is látszott, hogy akár az Asztolovics családhoz képest is azért egy kicsit jobb módban élnek. Igen, ugye az Asztolovicsék, ők szorgos iparos emberek voltak, a palota városban laktak, tehát ők nem is költöztek be a belvárosba, ott volt a lakás, ahol maga a műhely is, közvetlenül a csatorna partján. A Bierbauerék, ugye, mivel tagjai voltak a törvényhatósági bizottságnak, a legelőkelőbb adófizetők közé tartoztak, ezért természetesen megengedhették maguknak azt, hogy egy nagy polgári házat építsenek, ráadásul pont a városházat ő szomszédságában. Tehát az első kép, amit láttunk, az 1905-ből való volt, de a későbbiekről is vannak akkor fotók, amit meg tudunk mutatni a családról. 1919-ben készült a következő kép, tehát itt már 14 év eltelt, és itt az egyik fiúk, illetve az ő felesége látható a legkisebb gyermekükkel. Tehát itt már eltelt ugye másfél évtized, és a következő képen megint csak 8 évet ugrunk egyébként az időben, és szintén a Bierbauer családot láthatjuk. Bocsánat, módosítanom kellem, a legkisebb, a legnagyobb gyerek volt látható az előző képen, és itt pedig ugyanez a házas pár a megszületett gyermekekkel. Itt láthatjuk egyébként, hogy itt egy gyerekszobáról van szó, tehát nem egy gazdag polgári szalonról, ez a háznak valamelyik gyerekszobájában készült, és egyébként ugyanebben az épületben. Amikor a profi fotósok képeit nézegettük, akkor azért tudtunk beszélni a különböző beállításokról és díszletről. Most ugye azzal kezdtük a műsort, ahogy említetted, hogy ezek amatőr fotók. Valahogy szerintem igaz, hogy látszik, hogy nincsenek beállítva, de én egy kicsit úgy érzem, hogy emberibb. Igen, sokkal emberibb. Ugye egyrészt a háttér az teljesen hétköznapi, még akkor is, hogyha kültéri... Mégis jó. Igen, igen. Akkor is a kültéri felvétel fogunk látni, ilyet parkban sétálnak a gyerekek, és nyilván azért készült egy-két olyan fotó, amin azért szóltak a gyerekeknek, hogy akkor most készül a kép, és akkor most tessék ide nézni, de fogunk látni olyat is, ahol mondjuk a három gyerekből egyetlen egy néz csak a kamerába, a másik kettő meg mindenféle irányokba. Tehát sokkal életszagúbbak és életszerűbbek egyébként ezek a képek. Egy másik családról beszélhetünk a következőkben. Nem hiszem, hogy van olyan fehérvári, aki az ő nevüket ne hallotta volna valaha. Csitáriékról van szó, ugye különösen Csitári G. Emil, az egykori polgármester révén híresültek el, de ugyanígy ki lehet emelni egyébként az ő testvérét, Csitári Jenőt, aki az édesapjának, Kálmánnak a nyomdáját vette át. Ez is ugye a belvárosban volt megtalálható, illetve az idősebb Csitári Emil, ugye újságíró, akit annak idején többek között Sára Gyula kapcsán is ugye emlegettünk különböző párbajok és egyebekkel kapcsolatban. Ugye ő volt az, aki a Székesfehérvár és vidéke című lapot elindította, és ez volt az alap, ami egyébként Csitári Kálmán, majd később Jenőnek a nyomdájában készült. Tehát ez a családi együttműködés, ez ugye megvolt köztük, és ők is ugye egyrészt egy nagyon jó, gazdag értelmiségi család voltak, másrészt pedig házasságok révén kereskedő, iparos családokban sikerült nekik beházasodni. Tehát igazából a fehérvári elittel, a fehérvári polgárságnak a krémjével tartottak ők kapcsolatot, akár rokoni, akár baráti alapon. És most is él, még Székesfehérváron leszármazott, aki szintén az újságírást választotta. Így van, vannak még néhányan, és az újságírót majd később fogjuk emlegetni itt a különböző családi felvételek kapcsán. Nézzük is akkor meg az első képet. 1926-ban készült az első kép, ezen vegyesen láthatók felnőttek és gyerekek, többek között Csitári G. Emil, az ő testvére Jenő, és akkor még néhány ismerőst, barátot föl lehetne sorolni. A következő képen már csak gyerekek vannak, összesen hárman, és itt az az információ került fel a képnek a hátuljára, Csitári Géziék az Icsiligetben, ugyanazzal az alkalommal készült egyébként a kép. Ugye a 17-es emlékműnek a talapzatánál állnak, középen a kis Csitári Gézi, vagy Géza, ahogy ugye hivatalosan nevezték, és hát a két rokon kisgyerek a két oldalán található.
Erre a képre mondtam többek között, hogy azért nem mindig néztek ugye bele a kamerába a gyerekek. Azért egy kicsit a hátteret is érdemes megjegyezni, mert ugye az Icsi-liget csak a fák még nem akkorák, mint ma napjainkban. Igen, illetve ha már a háttérnél tartunk, mivel ezek ugye azért várostörténeti szempontból is érdekes képek, emeljük ki mindenképpen az úgynevezett tiszti pavilonnak az épületét, ahol ugye aztán később az MSZMP székelt, illetve részben ugye a városparancsnokság is megtalálható volt. Ma az a cégbíróságnak az épülete, illetve részben a Városi Levéltár és Kutatóintézet működik itt. Ott a háttérben pedig látszik egy földszintes ház. Az egykori Mirt laktanya 20-as években polgári iskola volt, a város első polgári iskolája itt működött, amíg ugye fel nem épült a mai Rákóczi iskolának az épülete nagyjából a szomszédban, és aztán ennek az épületnek a helyén a 30-as években Hübner Tibor tervei alapján ugye egy bérház épült közvetlenül a Kereskedelmi Bank mellé. És hát amikor először megjelent a kép, én zavarba voltam, és nem azonosítottam be rögtön magát a műemléket, de csak azért, mert a fotós beállítása olyan, hogy sokkal nagyobbnak tűnik az épületekhez képest, mint amekkora valójában, bár hát nem egy kicsi szoborról van szó. De menjünk tovább, hiszen a Csitári családtól még több fotó is van. Hát természetesen nem csak szabadtéri felvételek készültek róluk, hanem otthoni képek is, és egy ilyen otthoni pillanatban láthatjuk a család apraját és nagyját. Itt ugye kifejezetten Csitári G. Emil és a családja szerepel a képen. Mivel nem ismerem a polgármesteri lakásnak a berendezését, illetve annak a lakásnak, amiben ő a polgármesterség idején lakott, csak feltételezni tudom, hogy ez az a főutca 2-es szám alatti emeleti lakás, amiben ők ugye több mint egy évtizeden át éltek, sőt, hát aztán utána is. És hát ugye az ő sorsuk az leginkább az 1945-ös rendszerváltás után fordult meglehetősen rosszra. Az államosítások érintették őket, meg egyáltalán a nyugdíjazás körül is azért elég nagy problémák voltak, és Csitári Emilnek bizony még nagyon sokáig kellett dolgoznia ahhoz, hogy egyáltalán nyugdíjba mehessen, és nem éltek bizony fényes körülmények között 1945 után, és azt hiszem akkor még enyhén fogalmaztam. Folytassuk a sort a következő képen, kisfiú. Kisfiú, Csitári Lacika, 1931-es maga a kép. Csitári Lacika Csitári Jenőnek, tehát Csitári Emil testvérének volt ugye a kisfia, tehát az unokaöccse, és egyébként Csitári Hók Tamásnak a nagybátyjáról van szó, ugyanis a következő képen láthatjuk 1934-ben Csitári Évikét. Őt ábrázolja a fotó, Csitári Éva pedig ugye Hók Tamásnak az édesanyja. Ugye az édesapja Hók Ottó volt, és hát az ő tiszteletére, meg igazából ugye Csitári felmenők tiszteletére vette ő fel ezt a kettős családnevet, és így ismerjük őt ma már Csitári Hók Tamásként. Ő az, aki ugye újraindította a Székesfehérvár és Vidéke lapot is, ugye tisztelegve természetesen az ősök a felmenők előtt. És egyébként nagyon sok képet válogathattam volna még a családi archívumból, hiszen rengeteg amatőr fotó készült. A csitáriak ugyanis szenvedélyes fotósok voltak, és ahogy Molnár Tibor, illetve Tóth Károly a város történetét dokumentálták, úgy ők pedig a családi eseményeket folyamatosan végigkövették, és egyébként hivatalos eseményeken is nagyon sokszor fotóztak. Tehát készült akár az óceánrepülők fogadásáról, akár Hóman Bálint miniszteri látogatásairól, vagy különböző épületavatásokról olyan fotó, amit nem profi fotós készített, hanem a Csitári család valamelyik tagja, és ezek a családi albumban mind-mind bekerültek. Mindemellett sorozatunkban látunk többször már olyan képet, amelyen Csitári G. Emil műteremben készült fotón látható. Sőt, hát maga a család is. Viszont azért azt is láthatjuk, hogy meglehetősen bőséges a merítés az amatőr képekből, tehát a csitáriakról akár egy egész műsort összeállíthatnánk csak amatőr fotók segítségével. De most ezt nem tesszük, hiszen megyünk tovább egy másik családhoz. A Sauter családról van szó, egészen pontosan Sauter Józsefről. Ő vegyes kereskedő volt, és a Boldogasszony téren működött az üzlete. Az az épület volt az ő kereskedése, amiből később a bableves
nevű elhíresült műintézménynek, ugye híres és hírhet volt egyben ez az intézmény. És már nincs úgy, hogy bújhatjuk. És már nincsen, elbontották ugye már réges-régen, és hát különböző buszmegállók meg egyebek vannak a helyén. Ugye ez a piac téren volt valamikor megtalálható, a szemközti oldalon, tehát ott, ahol most ugye a park van többek között, és 1910 körül készült az a kép, amin ő az üzlete előtt látható. Tehát ezen látható igazából maga az üzletportál, és az a levágott sarok, az a jellegzetes levágott sarok, ami talán a bablevesből még ismerős lehet sokaknak. Ez is egy amatőr felvétel egyébként. Igazából az volt a cél, hogy az üzletvezetőt meg egyáltalán az üzletet kívülről megörökítsék. A cégtábla tetszett meg. A cégtábla az egyébként nagyon szép. Lehet, hogy egy reklámfotó volt, nem sikerült igazából kideríteni. A következő kép az körülbelül 20 évvel későbbi, 1930-as felvétel, és ez pedig a Sauter családot, legalábbis az akkori családtagokat mutatja. Ugye ennek az az érdekessége, hogy az a Sauter József, akit az előbb láthattunk, ugye a kép szélén ül, és egy fekete gyászszalag található az ő zakójának az ujján, ugyanis ebben az évben veszítette el a feleségét. Ugye Jávor Ottónak a két nagynényét vett ő feleségül egymás után, ugye az idősebbik nővér, amikor meghalt, Sauter József megözvegyült, és utána a fiatalabb Jávor lányt is feleségül vett, úgyhogy ha jól emlékszem, és nem csak az emlékezetem, akkor Jávor Margit volt az, aki 1930-ban elhunyt, és aztán majd az ő húga lett egyébként Sauter Józsefnek később a felesége. Tehát ez egy hosszadalmas családi történet, és akkor itt is ugye megint csak beszélhetnénk mérnökökről, beszélhetnénk akár a mai időkről is természetesen, hiszen ez is egy meglehetősen népes család, és hogyha azt nézzük, hogy ki merre költözködött el, akkor azt is elmondhatjuk, hogy ma már nem csak Székesfehérváron élnek Sauterek, hanem a megyében többek között, ugye több településen is. A következő család neve is ismerős lehet, hiszen biztos vagyok benne, hogy szóba fogod hozni a mai Egyházmegyei Múzeum igazgatóját. Természetesen. Én még itt egy fotóval készültem Sauter Józsefről, ugye 1940 körül ábrázolja őt az üzletében. Itt már azért egy idős úriemberről van szó, tehát másodszor is megnősült, itt az államosítások előtt vagyunk majdnem 10 évvel, tehát azért fénykorát éli még az üzlet és virágzik, és aztán 1948 után ugye még bérlőként dolgozik egy darabig, egészen addig, amíg fel nem hagy az üzlet vezetésével, és aztán vendéglátóegység lesz ugye a helyén. Na és akkor most jön az a család. Mert közben látni véltem a hasonlóságot. Akikről? Sauter Ákossal egyébként. Szó volt. A Széphő vezérigazgatójával, hogyha már így említjük a ma élő leszármazottakat, akkor őt is mindenképpen, és akkor tényleg menjünk át a Smohai családra. Akkor most beszéljünk a Smohaiakról. Az első kép az valamennyire kilóg a sorból a többihez képest, amik majd utána következnek. 1915-ben Smohai Jánosról és a feleségéről készült. Ugye ez az a Smohai János, aki kalapos mesternek indult valamikor, inaskodott is, ugye az édesapja, idősebb Smohai János mellett, és aztán végül is úgy döntött, hogy ő inkább a festészetet választja. És ugye az, hogy ma Smohai ösztöndíjról beszélhetünk többek között, illetve hogy a Szent István Király Múzeum egyik kiállítóhelye és annak irodái ebben az épületben működnek, az köszönhető többek között ugye ifjú Smohai Jánosnak, aki nem csak a festészetet művelte egyébként művészi szinten, de a fényképezést is. Tehát, hogyha valaki a Fehérvár annó adatbázisban, vagy bárhol rákeres Smohai Jánosnak a nevére, akkor rengeteg sok felvételét, például művészi aktjait, de természetesen ugyanúgy családi felvételeit is láthatja. Tehát ő nem csak a festészetet, de a fényképezést is mesteri szinten űzte, és hát a hagyatékának egy jelentős része egyébként ma már a Szent István Király Múzeumban található. Nem csak művészi munkái, hanem levelezése, személyes tárgyai, és még sorolhatnám, hogy mi minden. Elhoztad a képet a gyermekeiről is. Hát itt már ugye Smohai Ferenc az ő testvére. Pontosabban, bocsánat, unokatás, várjunk csak, elnézést. Azt mondja, hogy most gondolkodnom kell, mert azért ez nem egy egyszerű dolog. Tehát arról van ugye szó, hogy Smohai János az idősebb, illetve Smohai Ferenc, így van. Tehát ez a Smohai Ferenc, akit itt a három gyermekével láthatunk 1930-ban a képen, ő Smohai Andrásnak a
az Egyházmegyei Múzeum igazgatójának a dédapja. Ő ugye az idősebb Smohai Ferenc, és ő látható képen a három gyermekével. Nyilván akkor a nagypapa is a képen van, csak igen, még gyermekként. Igen, az ifjú Smohai Ferenc, akit ugye nagyon sokszor szoktunk emlegetni, és fogunk is még sokat egyébként ebben a műsorban. Ugye a harmadik Szent István gyalogezrednek az utolsó életben maradt veteránja, aki nem régiben hunyt el, és akinek az emléke előtt egyébként fejet hajtottunk akkor, amikor a Doni emléktáblának a leleplezése volt ugye a vasútállomás épületén. Tehát ő is látható egyébként ezen a képen. Azért mondom, hogy néha azért belezavarodik az ember, és nem mindig egyszerű kibogozni, pedig itt még nem is annyira bonyolult egyébként a családfa. A Smohai család életéről további fotókat is hoztál. Idősebb Smohai Ferencnek a felesége, illetve a lányuk Magdolna látható, a Bori várban készült ez a felvétel 1934-ben. Egy viszonylag korai kép egyébként magáról a Bori várról, tehát azért ez sem egy olyan mindennapos dolog. Hát ugye ekkor még azért javában, bár ma is magánkézben van, de hát ugye épülőben volt ráadásul még ez a Bori vár. Ugye Bori Jenő gyakorlatilag az élete utolsó hetéig szinte építette ezt, úgyhogy az építkezés közben látogattak el ide a Smohaiék, akik hát ugye azért megbecsült tagjai voltak itt nem csak a művésztársadalomnak, de hát nyilván a kereskedők, iparosoknak is, úgyhogy hozzátartoztak igazából, mondhatjuk azt nyugodtan, hogy a város polgári elitjéhez. A öltözék is mutatja, hogy ez egy családi séta vagy kirándulás lehetett, hiszen az a kalap és a ruha is ezt jelzi, hogy valami kis szabadidőprogram része volt. Igen, a belvárosból kirándultak az Öreghegyre, tehát azért ez nem egy olyan nagyon pici távolság nyilván. Nagy divatja volt egyébként a 30-as években, de még a 40-es években, sőt a későbbiekben is annak, hogy családok felkerekedtek és elmentek a városnak egy távolabbi pontjára kirándulni. Fogunk majd egyébként még ilyen felvételt látni. Mit látunk a következő képen? Smohai Zoltánt és az édesanyját Szabó Etelkát láthatjuk ezen a képen. Ugye ő az a Szabó Etelka, akit az előbb is láttunk, Smohai Ferencné, ugye az idősebb Smohai Ferencnek a felesége, és ugye ez a Smohai Zoltán pedig az idősebb Smohai Ferencnek, illetve Szabó Etelkának a fia, tehát az ifjú Smohai Ferenc testvére, illetve Smohai Magdolna testvére is. Úgyhogy így áll össze a kép igyekszem, a három gyerekről. Igyekszem nem elveszteni a fonalat, bár nem könnyű követni, úgyhogy nem csodálom, hogyha az ember megakad egy kicsit, de még mindig tudunk fotót mutatni. Itt pedig Smohai Ferencet és Zoltánt láthatjuk 1940-ben. Ugye a két kép között igazából az a különbség, hogy ez a Jókai utcai épület udvarán készült, tehát ez az az épület, ahol ugye Smohai Jánosnak a műterme is volt többek között. Az előző kép az pedig a Kossuth utcai háznak az udvara volt, ahol ők éltek, és ahol egyébként a kalapos üzlet és műhely is működött. Ugye Smohai Ferencnek és Smohai Jánosnak nem ugyanabban az épületben volt egyébként a kalapos műhelye és az üzlete, ezt ugye érdemes tudni. A Smohai János féle, ha jól emlékszem, és nem keverem össze, az volt a Püspökkútnak a szobra mögött, tehát a mai Egyházmegyei Múzeumnak az épülete igazából. A sarok. A sarok, így van, a Törökkút mellett ugye rögtön, és a másik pedig ugye a Kossuth utca 9-es, ha jól emlékszem, 9-es szám úgynevezett szép házban, ugyanis itt működött többek között Szép Sándornak a késes, köszörűs műhelye és üzlete is a Kossuth utcában szintén. Szabó Etelkát láthattuk már, de most a következő képen visszajön. Igen, és most a férjével láthatjuk egy 1942-ben készült felvételen, ugye ekkor már a nagyfiú Smohai Ferenc, hát azért már legénykorban volt, és 1945-ben, tehát a frontról hazatérte után készült képeket láthatunk róla, ugye, hogy a például a Vatai szobor mellett áll, ezt a képet ugye emlékszem már mutattuk korábban, ha nem, akkor biztos, hogy még mindenképpen elő fog kerülni, tehát itt már a gyerekeik is sokkal nagyobbak voltak, és hát látszik azért rajtuk is, hogy már idősödtek valamennyit. És ezzel a képpel most elköszöntünk a Smohai családtól. A következő család, mivel német nevet visel, hát az én felfogásomban bárki lehet. Bárki lehetne, viszont én nem véletlenül hoztam őket ide. Ugye német Jutkáról és német Ottóról, a testvérpárról már ebben a sorozatban két különböző képet is láthattunk. És ugye
elmeséltem később azt is, hogy kik voltak ők, illetve nézőnek köszönhetően, így van, és ugye azt is sikerült ma már kideríteni, hogy aki ezeket a fotókat adományozta, ő lánykori nevén Németh Jutka. Tehát neki köszönhetők egyébként ezek a képek, amiket most is meg tudunk majd nézni. Így mert tudjuk, hogy akkor arról a német így családról van szó. Így van, és akkor most ezt a német családot láthatjuk egy 1937-es felvételen, egészen pontosan Németh Istvánt és az ő gyermekeit. Itt a Palotai úti házuk előtt látható, ugye Jutkával és Ottóval, a két gyerekkel, és aztán, hogy mi volt a foglalkozása, arra majd később visszatérünk, mert ugye a saját üzlete előtt is egyébként készült róla egy kép, tehát azt majd ott fogom elárulni, addig néhány felvételt még nézzünk meg róluk. És akkor most láthatjuk a többet emlegetett Jutkát is ezek szerint. 1942-ben, tehát 5 évvel ezután a fotó után készült az Icsiligetben róla egy kép, illetve szintén 1942-ben készült egy Németh Jutka virágok közt munkacímet viselő kép, ugye, hogy valami alapján be lehessen azonosítani ezeket a képeket, és 1943-ban pedig a családi háznak az udvarán fényképezték. A német család, főleg Németh István egyébként szenvedélyes fotós volt, tehát így maradtak fenn ezek a képek. Aztán szintén 1943-ban Németh Jutka látható a Szent István szobornál, ami ugye akkor már 5 éve állt ezen a téren. Miközben itt van az udvaron kép. Közben fogjuk látni mindjárt. De nagyon, nagyon aranyos. Itt látható a Szent István szobor tövében. Egyébként több olyan családi fotót is találtam, ahol a Szent István szobor előtt fényképezkednek. Akár a Csitáriék, akár a Németék, egy bizonyos horvát család, akikről egyébként ennél többet sajnos nem sikerült kideríteni. Tehát többen is azért. Ez egy kedvelt fotótéma volt. Keresem a Szent István szobor körülötti épületeket, amelyek ezen a képen valahogy nem látszanak, pedig eléggé körbe van véve. Hát ugye igazából ez viszonylag messze van, tehát a háttérben ugye pont nem látszik például a megyeháza épülete, vagy az úgynevezett Lausmann ház ugye ennek a szomszédságában. Hát a platán pedig ugye eltakarja igazából az egykori szemináriumnak a tetejét, tehát ugye a papi otthonnak a hátsó homlokzatát, a kert felüli részét, úgyhogy ezért nincsenek igazából épületek ezen a képen, de nyugodtan oda képzelhetjük őket, hiszen ekkor már réges-régen ott állt mindegyik. Menjünk tovább, még mindig a német családnál maradva. 1943-as ez a kép, és ugye ez az, amit az előbb is már emlegettem, hogy kedvelt célpontok voltak a városnak a távolabbi pontjai. Itt a Zsolnai utca sarkán álló keresztet látogatták meg, illetve az Öreghegyen tettek egy kirándulást a család tagjai 1943-ban. És hát azért, ha megnézzük, ez a Zsolnai út és a Lomniszi, ha jól emlékszem, a Lomniszi utca kereszteződése, emögött ma már egyébként egy családi ház van, sőt a környék az teljesen beépült. Ha megnézzük, gyakorlatilag a kereszt az, ami alapján ez a környék beazonosítható lenne, ha nem lenne egyébként a felirat a fotó hátulján, hogy hol készült a kép, teljesen más, hogy nézve már ki. Itt ugye egy nagy mező, egy-két fa látható ott a háttérben, de teljesen beépítetlen. És hát azért azóta eltelt most már 80 évben bizony nagyon sokat fejlődött ez a környék. Ha jól tudom, elsősorban az Öreghegy a háború után népesült be ennyire, hiszen az épületeket is, ha látjuk, azért régebbi épület kevesebb van, és ha van, az is a szőlőpréselzakra és pincékre emlékeztet. Illetve néhány szőlőhegyi villára, ugye, hogyha a Csitáriékre visszatérünk a 30-as, 40-es években, nagyon sok olyan felvétel készült róluk, ahol éppen a villának, a Mária Völgyi villának az udvarán ülnek, foglalnak helyet, vagy a kertben, idősebb Csitári Emil és a fia az udvarban, és gyönyörű sétányok között, tehát nagyon szép volt egyébként ez az épület, és ma is nagyon szép, mert hál' Istennek ugye leszármazottak tulajdonában van, és ők lakják, tehát nem volt rajta olyan nagyon jelentős átalakítás, és maga park is nagyon szépen néz ki ma is. Úgyhogy jó állapotban megmaradt és gondozott természetesen. Hát ma már nem nyaralásra és üdülésre használják, hanem állandó lakás céljára, de nagyon jó helyen van. Ugye rendkívül közel van a Borivárhoz, nyugalmas is az a környék, de hát azért mégiscsak közel van a forgalmas utakhoz, és könnyen be lehet jutni egyébként a városba.
Izgatottan várom a következő képet, bár igazából a tőled kapott lista nem árulja el, hogy ez a székesfehérvári strandot fogja elmutatni. A fehérvári strandról van egyébként szó, igen, 1943-ban készült ez a családi kép. Ugye a strandnak az eredeti építményei láthatók, ott a háttérben közvetlenül a család mögött ugye a bejárati építmény, ami ma a Schwäbisch-Gmünd utca felőli sarkon áll, ugye ez az utca nagyon sokáig nem létezett. Aztán egy időben bőrgyárdűlőnek hívták, amikor megnyitották, szerintem még sokan emlékeznek rá, és ugye a testvérvárosi kapcsolatok lévén lett ebből végül is Schwäbisch-Gmünd utca. Ugye az egykori gödör, tehát a korcsolya pálya, kézilabda, kosár, foci, stb. Teniszpálya szomszédságában volt ez megtalálható, és kezdetben egyetlen egy kerítés választotta el egyébként egymástól ezt a két területet. Aztán ugye megépítették ezt az dűlőt, ami kivezetett ugye a palota város felé. És amit még itt a kép hátterében láthatunk, az a mostani Szent István középiskolának az épület tömbje, ami ott kimagaslik ugye a képnek a hátterében. Ez 1943, tehát már túl vagyunk a 38-as átépítésen, úgyhogy ez már a mai állapotokat tükrözi. Ma nyilván észre se vennénk, és nem látszana, hiszen úgy beépült, de itt hogy kiemelkedik mindenből az épület. Én nagyon néztem, hogy mi lehet az, de köszönjük a segítséget, itt sokat segített tényleg, hogy ezt is láthatunk, és hát nyilván azért ott van a család, amiről szintén nem feledkezünk meg 1943-ból. Német családnál maradunk még egy kép erejéig. Az utolsó kép, és akkor ugye ígértem, hogy elárulom, hogy mi volt a szakmája Német Istvánnak. 1944-ben készült ez a fotó az Olimpia írógép szaküzletnek a bejáratánál. Német Istvánné volt ez az üzlet egyébként. És hogyha valaki jobban megnézi majd ezt a képet, akkor a hátuljában, illetve a hátterében, ott jobb oldalon, egészen a jobb szélen látható az Ősfehérvár étteremnek a kis hátsó ajtaja, ami egy elég jellegzetes, szintén egy ilyen csapott sarok, és ennek a szomszédságában, tehát már a Táncsics utca elején volt valamikor ez az írógép szaküzlet. Hát itt ma ugye a már akkor is egyébként az emeleten lakások voltak, ma ez egyébként teljesen más célokat szolgál, utazási iroda meg mindenféle van egyébként a földszinten. Az egykori Nemzeti Bank székháza a szemközt található meg, hogyha valaki egyébként keresné, és a Táncsics utca 1-es számot viseli. És hát a kislány itt is Német Jutka volt. Igen, igen, az a nagymasnis kislány, akiről egyébként több ilyen kép is látható, de én azt gondoltam, hogy ezt választom ki, főleg azért, mert itt az édesapának az üzletét is meg tudtuk mutatni. Folytassuk akkor a sort. A következő egy olyan kép lesz, ami nem sorozat. 1940-ben egyetlen egy képet mutatunk igazából Szemeti Lajosról és az ő családjáról. Ez pedig úgy kapcsolódik egyébként ide, hogy ha valaki megnézi az utolsó vagy a hátsó sort, ahol a felnőttek állnak, akkor a jobb szélen Német István látható, a német gyerekeknek az édesapja, tehát ők is a rokonságba, a közelebbi rokonságba Szemeti Lajosnak a családjához tartoztak. És hát ugye látható a kép közepén a nagypapa, és hát ugye büszkén szemléli az unokákat, lányokat, vőket, fiúkat. Tehát azért egy elég nagy családról van itt is szó. Feltűnően jó minőségű a kép 1940-ből, olyan tiszta és éles. Igen, ugye erre mondtam, hogy a németek nagyon szerettek fényképezni, és hasonlóan egyébként a csitáriékhoz egy-másfél évtized alatt azért ki lehetett tapasztalni elég jól ugye a különböző technológiákat, meg a praktikákat, úgyhogy itt már azért nagyon jó képeket tudtak csinálni családon belül is, úgyhogy nem műterembe mentek, és nem egy profi fényképészt kértek fel, hanem valamelyik családtag elkészítette a képet. Emlékszem, hogy néztünk profi fényképész által ilyen családi és csoportos képeket, ahol azért úgy beállítás az úgy egészen keményen ott volt, itt azért látszik a lazaság. Abszolút, meg a vidámság, tehát hogy ez egy családi összejövetel, ami nagyon jó alkalom arra, hogy akkor közösen lefényképezkedjen mindenki, aki éppen ott van, és akkor ez egy jó emlék, akár a nagypapának, akár bárki másnak. Közismert családdal folytatjuk a fotók bemutatását. Hát egyetlen egy kép erejéig, mert hogy róluk már annyi képet mutattunk, amit ugye profi fotósok készítettek, tehát felsorolni nem lehetne. Ez viszont egy családi kép, 1909-ben
a családi háznak az udvarán készült Kneifel Ferenc látható az ifjú feleségével, illetve a rokonsággal közvetlenül az esküvő után. Tehát ez egy nagy családi esemény után készült. Én azt nem tudom, hogy a családban volt-e egyébként fotós, vagy valaki ismerőst, barátot felkértek, minden esetre ez nem egy műtermi felvétel, tehát azért gondoltam, hogy mindenképpen érdemes megmutatni. Köszönjük szépen, és akkor térjünk rá a virágcsaládra. Igen, hát azért mutatunk néhány olyan képet is, ahol ugye különböző esküvők, egyebek láthatók, amik szintén nem műtermi felvételek. 1920-ban Virág Mária és Horváth Imre láthatók ezen a képen, ekkor még jegyesekként. Nyilván az esküvői fotójuk is megvan, én azzal nem találkoztam, úgyhogy gondoltam, hogy ezt idehozom, hogy a háttérben ki az a kisgyerek, azt megkérdezheted, de nem tudok rá válaszolni. Nos, hát akkor maradjunk a virágcsaládnál, hiszen 1920-ból még egy kép. 1920-ban, tehát most már több mint 100 évvel ezelőtt készült róluk ez a felvétel, és itt is egy népes család látható, viszont egy álló képen, tehát itt azért lényegesen jobban össze kellett tömörülni ahhoz, hogy ugye mindenki ráférjen a képre. És aztán egy 15 évvel későbbi felvétel, mivel ugyanaz az adományozó így vélhetően ugye a virágcsaládnak egy másik ágáról, illetve rokonságon belüli csoportosulásról van szó, itt is egy kirándulás alkalmával készült ez a kép, 1935-ös. Itt semmi esélyünk beazonosítani, hogy hol lehetnek végül is. Bárhol. Mert igen, mert bárhol. Csak az biztos, hogy nem a belváros közepén. Így van. Nos, hát ők voltak a virágcsalád. Most a következőkben megint egy egyedi kép érkezik. 1920-ban készült ez a kép. Én azért szeretem ezt a képet, illetve magát a fekete családot, hiszen nekik ugye a Felsővárosban volt egy vendéglőjük, nevezetesen ez a Csillag vendéglő, aminek az udvarán ez a felvétel készült. Hol és volt ugye, ez egyébként? Be tudjuk-e azonosítani? Hát ez valahol a Havranek utca, Zámoly utca környéke, ezt most én sem tudom pontosan. Nyilván ez egyébként különböző listákon meg egyéb helyeken szerepel. A feketéjékről mutattunk már egy másik felvételt, hogy ez Fekete József és Fekete Imre kocsmában, valami ilyesmi volt a címe. Ez igen, egy beállított fotó, ami ugye nem műtermi felvétel volt, de egyébként profi fényképész készítette, és hát ugye egyfajta reklám fotó volt, rengeteg sok sörös üveggel, ugye azok még a literes sörös üvegek ott körülöttük, és ugye játsszák a részeget, vagy hát volt olyan ismerős, aki mondta, hogy hát nem is biztos, hogy ez annyira játék volt. Minden esetre ez egy vidám felvétel. Itt ugye a népes család látható, illetve két elhunyt családtag, akiknek a portréját egyébként szintén elvitték erre az alkalomra, leakasztották a falról, elhelyezték egy-egy széken, maguk között, és ezzel ugye az elhunyt családtagok is rákerülhettek erre a képre. Az első világháború utáni néhány évben, illetve az első világháború idején volt az, főleg fényképészek körében népszerű, hogy az elhunyt vagy csatatéren eltűnt családtagot rámontírozták egy korábbi portréról a képre. Ilyet ismerünk egyébként falusi paraszt családokból is, felsővárosi családokból is ismerünk. Amikor én ezt a képet megtaláltam, akkor azért döbbentem meg rajta, mert biztos készült más ilyen felvétel is, de én még ilyennel soha nem találkoztam. Hát ugye Angliában volt nagy divatja, főleg a viktoriánus korban, ugye halott családtagokkal fényképezkedni, ugye közvetlenül a haláluk után, illetve ez átterjedt Amerikába is, ez a úgymond divat hullám, de az, hogy Magyarországon, ráadásul pont Fehérváron mondjuk szokásban lett volna az, hogy az elhunytaknak a portréit elhelyezik egy ilyen családi képen, én még ilyennel eddig nem találkoztam, de hát ez talán abból is fakadhat, hogy én még nagyon az elején járok ennek a fotótörténeti kutatásnak, úgyhogy biztos, hogy még sok érdekesség fog előkerülni. Nem minden hagyományt őriztünk meg, ezt sem őriztük meg, legalábbis nem lett belőle igazából hagyomány. A fekete családot láttuk tehát, mivel folytatjuk? A Szűcs családdal folytatjuk, 1935-ös az első kép, Szűcs Szabó Géza, illetve Zoltán láthatók egy kiskutyával a kezükben, és a mögöttük lévő üzletportált, azt majd fogjuk látni egy következő fotón, 1938-ban készült ez a felvétel, az édesanyjuk Szűcs Miklósné
látható ezen a képen, illetve a két fia, ugye Géza és Zoltán, és itt szintén megjelenik az üzletportál a háttérben, hogyha ezt meg tudjuk mutatni. Igen, ez már a következő kép lesz, mert hogy amit még most látunk, az a igen, itt két látható, fiú volt. Tehát az előbb láttuk ennek az üzletportálnak ugye azt a keskenyebb részét, tehát a bejáratnál. Ez Szűcs Miklósnak a gőzmosodája, majd mindjárt fogjuk látni az édesapát is a fiaival szintén ebben az évben, és ez a Szűcs Miklós féle gőzmosoda, ez a Szabó Palotának a földszinti részén működött, egészen pontosan félig meddig földszint, félig meddig szuterén, tehát ugye ilyen alaksor jellegű, ahol most egyébként ugye a rendőrkapitányságnak az alaksori lőtere és különböző raktárhelyiségei találhatók. Ebben az épületben, ennek a földszintjén működött ez a gőzmosoda, és ugye Jávor Ottónak az egyik elbeszéléséből tudjuk, hogy ennek az épületnek a földszintjén egyébként volt trafik, volt kis vendéglő, volt borkimérés, és volt a Szűcs Miklós féle gőzmosoda, meg még egy csomó minden egyébként a különböző évtizedek során. Tehát itt azért elég sok üzlet megfordult, de ez a Szűcs féle mosoda, ez egyébként kiemelkedett közülük, tehát elég sokáig, hosszú ideig működött, és elég híres is volt. És hát akkor még ugye ez nem volt rendőrségi használatban, tehát elsősorban polgári, lakossági megrendeléseket látott el, viszont nagyon jó helyen volt, hiszen ugye a budai úti laktanyák viszonylag közel voltak, tehát akár katonai megrendeléseket is tudott teljesíteni. Nem tudom nem megjegyezni a cégtáblát itt is, olyan szépen letisztult, jól olvasható, nagy betűkkel, az a tipikus régi cégtábla. Igen, ugye ez az az időszak, amikor még a címfestő az egy külön szakma, és amikor a festő mázoló egyébként kitanulja ezt a mesterséget is, akkor ők előszeretettel hirdetnek, főleg a 20-as, 30-as években, különböző kiadványokban, turisztikai könyvekben, és egyébként ilyen címfestőkről már beszéltünk korábban, de természetesen az iparosok kapcsán még visszatérünk majd rájuk. Nézzük akkor most a következő képet. Ez megint csak egy sorozat lesz, egy három képből álló, illetve négy képből álló sorozat egészen pontosan. 1933-ban készült, ugye itt még Szűcs Miklós látható a fiaival. Az egy 38-as így kép. Így van, ez ugye egyébként az Öreghegyi Transformátorháznak a lábazata látható a felvételen, tehát ez a bányatónál készült kép. És akkor most látjuk majd az 1933-as felvételt Horváth Katalin a Zsolt utcai házuknak az udvarán. De nagyon aranyos, nagyon és van aranyos, egy igen. Bábúja is. És aztán eltelik négy év, és ugyanezen az udvaron 1937-ben készül egy fotó Horváth Katalinról. Itt ugye népviseleti ruhában láthatjuk, valószínűleg valami szüreti vagy egyéb esemény lehetett. És aztán még két évvel később, 1939-ben ugyanennek a Zsolt utcai háznak az udvarán fényképezik. Itt már ugye egy kamaszlányt láthatunk. Így megnézhettük, hogy hogy nőtt fel. Sőt, egy nagy kamaszt igazából, és hogyha most megnézzük az 1943-ban készült családi felvételt, akkor szintén látható egyébként ennek a képnek a jobb szélén Horváth Katalin. Itt már igazából... Hát mondhatnánk azt is, hogy fiatal asszonyról van szó, de mivel itt még lány igazából, ezért egy nagyra nőtt kisasszony. De hát itt már azért meglehetősen mondjuk azt, hogy házasuló félben lévő fiatal asszony. Nagyon szerette a pöttyös viseletet, én úgy látom, hiszen már az első ruhában is ott volt, és itt az egész családra jellemző valamelyest a pöttyös. Így nyilván olyan sok helyszíni beazonosítást nem tudunk mondani, hiszen ez is a természetben készült. Ma következő családra fogunk rátérni. Két sorozatot fogunk még itt megmutatni, egy rövidebbet a végén, és egy hosszabbat most közben. Az Árkövi családról lesz szó, és ezek a felvételek pedig a Zsolnai úton készültek, az Öreghegyi rádióállomásnak a szolgálati lakása, illetve környéke. Ez is valószínűleg egy öreghegyi fotó egyébként, Árkövi Gyula látható a feleségével 1940-ben. Mit tudhatunk róluk? Hát ő a rádiónak volt ugye az egyik mérnöke, és az ő lányuk, Árkövi
Klára Éva pedig aztán M. Tóth Istvánnak lett egyébként a második felesége. Tehát ő volt az, aki az élete végén a mindennapjainak a része volt, és ő az, akivel ma még találkozhatunk egyébként Fehérváron, ugye ugyanabban a műteremlakásban él, ahol egykor M. Tóth Istvánnal éltek, és ő egyébként a Kölyállnak. Amúgy is egy állami intézményről van szó, de már máshogy hívják, tehát nyugodtan emlegethetjük, a Kölyállnak volt egyébként tisztviselője. Klárika. Most tehát akkor ez egy 40-ben készült kép, a következő már 4 évvel később. 1944-ben láthatjuk Árkövi Klára Évát. Ez mindegyik családi fénykép egyébként, családi felvétel, tehát ezért is gondoltam, hogy érdemes ide beválogatni. És aztán szintén 1944-ben az édesanyjával látható egy következő fényképen, és ezen a képen látható egyébként a szolgálati lakásnak a bejárati ajtaja is, tehát ez közvetlenül ott a verandán, a bejárat előtt készült fénykép. Hogyha meg tudjuk mutatni, igen, hát így játékbabával, babakocsiban természetesen, hogy legyen miben tologatni. Babakocsit egy másik adásban is megjegyeztem, és itt is, és aztán kaptam is visszajelzést, hogy jaj, azok a régi szép babakocsik valóban. Igen, igen, a múzeumban is található egyébként néhány példány még ezekből. Aztán szintén 1944-ben ugye egyedül látható, ugyanitt a verandán, és ugye ez a jellegzetes bejárati ajtó. És még mindig babakocsi. És még mindig babakocsival, tehát ugyanakkor készült ugye a két felvétel. Aztán 1944. decemberben az édesapjával, ennek a háznak az udvarán, ugye itt az édesapjának a kezeiben. 1944-ben Harza Éva nevű kis barátnőjével látható, Árkövi Klára, ugye kézen fogva. És 1945-ben készült még egy felvétel, ahol pedig Vaszi Évával láthatók. Ez a Bányatónál készült egyébként egy fürdőzés alkalmával. Ugye 1945-ben is már tilos volt egyébként a Bányatónál fürdőzni, hogy ezt nagyon sokszor elmondtuk. És korábban. Nincs körbeépítve. Így van, pontosan. Említetted Harza Éva és Vaszi Éva nevét, róluk tudunk valamit egyébként? Én nem tudok, nyilván, hogyha Árkövi Klárit megkérdezném, akkor rögtön mondaná, és én nagyon szívesen meghallgatom, úgyhogy föl is fogom hívni, meg elmegyek hozzá, és kifaggatom ezekről természetesen. És hát nyilván, hogyha valaki tud róluk, akkor szeretettel várjuk a megkeresést, hiszen nem először fordulna elő, hogy a Fehérvár Televízió nézői szerkesztik valamelyest ezt a műsort. Már lelkesen megy házról házra mostanában már a képek után, de hát ezek mind értékek, és mindenképpen a város részei. Van még egy család, akiket be tudunk mutatni a hátralévő percekben? Magát a családot egyébként nem ismerjük. Ezek olyan hangulatfotók, amik egyébként nem is Fehérváron készültek, de egy fehérvári családtól származnak. Tehát az adományozó nevét tudjuk igazából, én nem írtam ide föl magamnak, de fehérváriakról van szó, és egyébként itt a közelben készültek ezek a képek. Majd ott az utolsó fotónál el is fogjuk mondani, hogy ez hol volt egészen pontosan. Az első felvételnek a munka címe Kislány babákkal, és egy ilyen üdülőszerű kis valamilyen faházikóban ücsörög ugye egy asztalnál, és hát játszik a kis babáival. Vízparti ház lehet, hiszen evezőlapátok vannak a falon, nem? Ezt jó nyomon jársz, igen, jó nyomon jársz, tökéletes. Már melegszik a dolog. A következő kép az szintén Kislány babákkal címet visel, és ugye közelebbről készült róla igazából egy fotó, tehát ugyanekkor látható ezen a képen. Aztán van egy Kertben címet viselő fénykép 1940-ből. Itt már láthatjuk, hogy egyébként vasút vonal húzódik közvetlenül a kert előtt, mögött. Hát előtt, mert ugye bejárati kapu az ott van, és ugye ráadásul egy vonat is éppen közlekedik, egy gőzös. Nem hídon közlekedik? Nem hídon, síneken közlekedik. Csak egyébként egy vasúti töltésen. Vasúti töltésen. Majd elárulom mindjárt, hogy ez hol van, és akkor már fogod tudni, hogy a domborzati viszonyok ott milyenek. Kislány masnival a következő képnek a címe 1941. Ez már egy színes felvétel, a kapu előtt áll. Én megpróbáltam nagyítóval leolvasni, hogy mi is található a feliraton, hogy melyik utcában volt ez megtalálható. És igazából a következő felvételről, ami igaz, hogy egy évvel korábbi, de az egész családot mutatja, kivéve a kislányt, én kerestem mindenhol, sehol nem találtam azt a nagymasnis kislányt.
Itt már azt is tudjuk a fotónak a hátuljáról, hogy Vasút utca. És azért megpróbáltam egy kicsit utána nézni, hogy Vasút utca, Fehérvár közelében, vízparton, és aztán rátaláltam a megoldásra, a 30-as években a nádasdiak az agárdi uradalmukat felparcelláztatták, és egy üdülő és fürdőtelepet hoztak létre, és a Vasút utcában, ami ugye ma is létezik, hát ezen a kis bungaló telepen készültek egyébként ezek a képek, tehát a Vasút utca felirat látszik egyébként azon a házszámtáblán, amit az előbb is láthatunk, és ezért van az, hogy ugye a vonat a töltésen ott megy el a házak előtt. Agárdon nőttem fel, életem első 33 évét ott töltöttem, és kerestem, hogy be tudjam azonosítani, hogy a Vasút utcát nyilván tudom, hogy melyik, hírehamva sincs abban az utcában. Ma már ezek nincsenek. Egy nagyon jó térképet találtam egyébként erről a telepről, majd, hogyha lesz ilyen témánk, nyaralás, utazás, akkor meg fogom mutatni. Nagyon érdekes egyébként, hogy parcellázták fel a környéket. Nos, hát örömmel fogjuk megnézni, és ezzel végigértünk a mai fotókon. Tudjuk-e még folytatni a fotósorozatot? Hát természetesen tudjuk, hiszen ugye ígértük azt, hogy amatőr fotósokkal fogunk foglalkozni. Lesz róluk szó mindenképpen, ugye Bauer Bélának a nevét meg kell említenünk, az ő fiát, Bauer Lászlót is mindenképpen, és dr. Perényi István nyugalmazott állatorvost, aki szintén végigfotózta Székesfehérvárt. Ugye ők azok, Perényi István és Bauer Béla, akik 1956-ban például rengeteg fotót készítettek, illetve az 50-es években, aztán Bauer Béla ezt később is természetesen folytatta egy darabig, majd a fia László, aki hál' Istennek ma is köztünk van, jó egészségben, a 70-es években a Palotavárosnak az átalakulását dokumentálta, többnyire fekete-fehérben, és ugyanezt megtette színesben, Isten veled Palotaváros gyűjtő címmel dr. Perényi István, akinek ma már leginkább egyébként természetfotóit láthatjuk a különböző közösségi oldalakon, de ma is, most már elmúlt 90 éves, előszeretettel fotóz a városban különböző hangulatokat és pillanatokat. Igazi várostörténeti bemutató és program lesz. Nagyon szépen köszönöm a képeket és a műsort Váci Márk történésznek, a Fehérvár Televízió nézőinek pedig köszönöm, hogy velünk voltak. Legközelebb 2 hét múlva újra jelentkezünk Városrészek titkai című műsorunkkal. Addig is viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.